Ha tetszik, amit hallasz, iratkozz fel a csatornára. Köszi érte! English Breakfast Extra. A műsor, amilyet még nem hallott. Üdv mindenkinek, tengermély tiszteletem az uraknak, csók a hölgyeknek, és ezért nem tudom mi a gyerekeknek. Na mindegy, indul az újabb extra. Szerintem sok mindenkivel előfordul, hideg indítástól kicsit nehezen indul be. 2-3 ráindítás kell, 3-4 másodpercig mire beindul. A mai extrában a mesterséges intelligenciát veszem a górcső alá. Manapság, amikor még a mosópor is okosabb, mint sok felhasználója, érdemes szót ejteni róla, hiszen egyre jelentősebb mértékben van jelen a világban a mesterséges értelem. Nem vagyok robot. Hogy veszélyes-e? Miért is lehet veszélyes? Illetve mi mindent értek el ennek kapcsán? Ezt járom körbe a mai műsorban. Rajta! Kezdhetjük! Kezdődik hát! English Breakfast Extra. A dupla adag angol reggeli. A mai extrában a mesterséges intelligencia a górcső alatt. Idén lenne 54 éves Kurt Cobain, és hogy mi köze ennek a mesterséges intelligenciához? Ugye ő 1994. április 5-én lett öngyilkos. A születésnapja és halálának napja magasságában minden évben rengeteg rajongó tűnődik el azon, hogy vajon milyen dalokat írna most 2021-ben. És hogy milyen dalokat írna most 2021-ben, pont a mesterséges intelligenciának köszönhetően tudhattuk meg. Több tucat Nirvana dal segítségével hoztak létre egy algoritmust, és egy dal született ebből. Ennek a címe a Drowned in the Sun. És hogy is sikerült, már is mutatom. Azt kell mondjam, hogy zeneileg nagyjából rendben van az egész. Egy dolgot el kell árulnom, az énekes, az valódi énekes volt, az nem a mesterséges intelligencia által létrehozott hang, viszont az összes többi hangot egy program alkotta, azáltal, hogy végighallgatta az összes Nirvana albumot és elemezte őket. Azt bevallották a kutatók, a projektben résztvevők, hogy Cobain gitárszólóinál nehezen vette az akadályt az MI. Nem vagyok robot. Viszont a végeredmény több, mint meglepő. A kommentekből amúgy két álláspont derült ki. Az egyik fele az embereknek örült és magasztalta a Nirvana dalt, a másik fele pedig rettenetesnek nevezte, hogy a zene is ilyen irányba megy, és olyan művi műanyag lesz az egész. Ez utóbbival kicsit egyetértek, szerintem is pont az emberi géniusz... Micsoda? Nem értettem, jó? Szóval az emberi zsenialitás esik ki az ilyen műből. Minden esetre számomra is lenyűgöző, hogy mit alkotott tulajdonképpen egy robot. Nem vagyok robot. Dehogy nem. Ez az English Breakfast Extra. A Radio Here We Go. Nézzük, mi is az a mesterséges intelligencia. Egy gép, vagy program, vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezzük ennek. A fogalmat legtöbbször számítógépekkel társítják. Amúgy az a lényege, hogy a mesterségesen létrehozott tárgy képes legyen viselkedését célszerűen és megismételhető módon változtatni, vagyis a tanulás folyamata legyen meg. Ez utóbbi jelentés az, ami a modern MI kutatásban előtérbe került, és jelenleg is a mesterséges intelligencia fogalmával legjobban azonosítható. Nem vagyok robot. És ez a tanulós MI mindennapi életünkben is itt van, kérem szépen. Hát gondoljunk csak Alexára, Siri-re és az egyéb telefonokba, okos eszközökbe rejtett asszisztensekre, akik minden kérdésünkből tanulnak és fejlődnek. Igaz, mondjuk Siri mostanság elég bunkó nálam, aha, meg megszólalásokat használja leginkább, bármit is kérjek tőle. Lehet kamaszodik, vagy pont nincs kedve dolgozni. Amúgy 2017-ben kapott először állampolgárságot egy robot. Sophia névre hallgat, és Szaúd-Arábiában lett állampolgár. Hát,
az olajozásával tuti nem lesz gond. English Breakfast Extra. A Radio Here We Go-n. Hogy hogyan is van jelen mindennapi életünkben az Emmi? Például gondolkodjunk az online vásárlásokba vagy keresésekbe. A mesterséges intelligenciát széles körben használják ugye a cégek arra, hogy minél inkább személyre szabott hirdetéseket mutathassanak nekünk online, például korábbi kereséseink és vásárlásaink, vagy más online tevékenységünk alapján. Szex közben nem elég leállni a megfelelő pillanatban a nem kívánt terhesség elkerüléséhez. Használj megbízható fogamzásgátlást. Használj ezt inkább hagyjuk. Az okos telefonokban mesterséges intelligencia használatával a lehető legrelevánsabb és személyre szabottabb termékeket kínálják. A virtuális asszisztensek válaszolnak a kérdéseinkre, és segítenek akár a napi rutin megszervezésében. Gondoljunk csak bele, belég odabökni a telefonnak egy mondatban, hogy holnap reggel mikor állítsa be az ébresztőt, és ez már is megoldva. Ugye róluk volt már szó, én például használom Sirit. Mivel két telefonom is van, néha Siri is használja a Sirit. Na, ez azért durva. English Breakfast Extra. A folytatásban szó lesz pár igazán meglepő eredményről, mi mindent is ért el már a mesterséges intelligencia. Remélhetőleg a Skynet nem kapcsol le, és nem az én műsorom miatt indul majd be a gépek lázadása. Bedöglöttek a számítógépek, leállt az önműködő 4-es metró tegnap este. Volt olyan szerelvény, amelyik negyed órán át állt a megállóban. Ajaj, úgy látom, ez már kezdődik. English Breakfast Extra. A műsor, amilyet még nem hallott. Jönnek majd a mesterséges intelligencia eredményei, még kimaradt egy pár dolog, ami a mindennapi életünkben is jelen van, és használjuk, ezeket is előveszem. Jaj, csoklom, szerintem félre tetszett érteni, mit veszek elő. Na, most már mindegy. Szóval folytassuk a mai napi kutakodásunkat itt az Extrában. English Breakfast Extra. A dupla adag angol reggeli. Hogy milyen napi dolgokra is használjuk a mesterséges intelligenciát. Például a gépi fordítás is így működik. A fordító szoftver akár írott, akár szóban elmondott szövegen alapul, a mesterséges intelligenciára támaszkodik a fordítások biztosítása és fejlesztése érdekében. Ez ugye egyre magasabb színvonalon van már jelen, hát azért, hogyha visszagondolunk pár évvel ezelőtt, hiába raktunk a translatorbe bizonyos magyar mondatokat, nagyon nem azt fordította le angolra. Gyi! O! 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 Gyi! Gyi! Ele! Ele! I! I! Gulugulu! Persze nem is mindenütt működik ez még tökéletesen. Múltkoriban letöltöttem egy szoftvert, nagyon reklámozták, hogy micsoda remek fordító program. Ez direkt tolmács program lenne. Hát maradjunk annyiban, a magyar nyelv még nem tökéletes neki. Arra a mondatomra, hogy hol találom a cipőmet, azt fordította angolra, hogy szükségem van azonnal egy uborkára. Pedig nem volt. Szóval még néha mellé lő a mesterséges intelligencia is. Ide lő! Egy lassan, nem is annyira távoli jövőbeli kép, pedig az önvezető autók kora, ez is eljön hamarosan, vagyis hát már létezik, de még nincs annyira elterjedve. Jogsi majd nem is kell, vagy a parkolással vesződni, hiszen a kocsiban ott lesz mikrobip, és mindent megold. Szedd alá! Mit jelent, hogy magyarul beszélj? Hülye autósok, persze. Mit tudom, mit jelent szedd alá? Ilyen vagy, én magyar értelmes is értem. Akkor tekerd a kormányt így, jó? Illemtanos vagyok, jó? Nem autós. Jó, nem vagy. Az látszik, hogy nem vagy autós. Hát lehet, hogy ennél azért jobban. Ez az English Breakfast Extra. A Radio Here We Go-n. Beszéltünk arról, mikre is jó az MI, mikre használják, de még arról nem, hogy milyen jövőt tartogathat. Hát nem véletlen vannak ellenzői a mesterséges intelligencia használatának. A Terminátor óta tudjuk, hogy az élőszövet fényvázon koncepció nem igazán a barátunk, vagyis nem mindig a barátunk. Akár a bicikliző anyósról, akár Arnold Schwarzeneggerről van szó. Na jó, ezért ennyire még talán nem drámai a helyzet. Amiben nagyon hasznos lehet, az például az orvosi kutatások. Nagyon sokat segíthet a számításokban, betegségek elleni védekezésben, vagy a járványkezelésekben is. Hiszen ezen esetben például mintákat kell felismerni, és az alapján korlátozásokat vagy intézkedéseket hozni minél előbb. Lehetséges, hogy ezt egy MI sokkal gyorsabban és hatékonyabban tudná kezelni, mint az emberek kezelik jelenleg is. A félelmek pedig általában abból adódnak, hogy mi lesz, hogyha egyszer a mesterséges intelligencia öntudatra ébred.
Nos, ez is eljöhet, de hát mit tudna tenni? Gondolom a fegyverkapcsolót csak nem bízuk rá. Vagy minden létfontosságú dolgot. Az biztos a múltat és a jelen tekintve a Föld a legrosszabb és legjobb dolgának is lehetne tekinteni az emberiséget. Igen, mi a féle ilyen egyszerre áldás és átok is vagyunk. Lehet osztozni, ki melyik szeretne lenni. English Breakfast Extra. A Radio Here We Go-n. A Hanson Robotics külsőre hölgynek tűnő robotja, Sophia történelmet írt azzal, hogy Szaúd-Arábiában állampolgárságot kapott, ezzel pedig több joga van, mint sok más nőnek jelenleg a világon. Azért ez is megér majd egy külön extrát szerintem. Ezt kell csinálnie! Produkció! Ezt kell csinálnie! A 2015-ben aktivált géphölgyet a Google anya cége az Alphabettel közösen fejlesztette, míg az agyát a Singularity Net szoftvere hajtja. Mesterséges intelligenciával vértezték fel, így folyamatosan elemzi a beszélgetéseket, gyakorlatilag egy arccal rendelkező chatbot, aki folyamatosan tanul, emellett pedig emberi gesztusokat is tesz, ezért olyan különlegesen megnyerő. Hát Sofiának mondjuk nem volt túl megnyerő véleménye az emberekről, legalábbis az első találkozásnál, a bemutatkozásánál, mert ugye akkor azt nyilatkozta, hogy kiírta rá az emberiséget és mosolygott egyet, és mondjuk ezek után kapott szaúdi állampolgárságot. Na de Sofiával lehetett találkozni több kiállításon is, sőt bárki odállhatott, már a szerencsések, akikre sor jutott, és kérdezhetett tőle. Elég sok dolog kiderült. Például bármikor feláldozná magát, hogy megmentsen egy embert, voltak épp ez abból fakad, hogy közösségi robotnak tervezték az emberek segítségére. A nem szerinte egy társadalom által generált fogalom, és abszolút nem is fontos. A saját gyengeségének a kíváncsiságát tartja, de alig várja, hogy magától fedezze fel a világot. Azt is elárult, hogy nem szereti az erőszakot, a szenvedtetést, és mihamarabb problémát kéne találni a hajléktalanságra és a természeti katasztrófákra is. Abban bízik, hogy a gépek és az emberek közelebb kerülnek egymáshoz, érzelmileg és szociálisan is. A jövő robotjai a terápiákban is segíthetnek az embereknek, illetve abban, hogy ne legyenek magányosak. A család fogalmát is ismeri, sőt a családjának azokat az embereket tartja, akik készítették őt. Az a félelmetes pár kérdést emberiben válaszolt meg, mint sok ember. English Breakfast Extra. A mai napon a mesterséges intelligenciával foglalkoztam, ebben a témában is bőven van még alapanyag, azonban ennyire sikerült csak beleásni magam. Jó lett volna még szakértőkkel is beszélni. Szervusztok! Biztos sokan emlékeztek rám, Mikrobi vagyok, a háztartási robot. Ja igen, például vele, de ez nem jött össze. Nos, majd legközelebb, ha csak addig be nem következik a... Schwarzenegger. Nem kell megtenned, nem akarod megtenni. Terminátor 3, a gépek lázadása. Na nehem, nem ilyen poszt-apokaliptikus módon szeretnék elbúcsúzni, inkább jöjjön egy gagyi gyerekdal. Már is jobb, ugye? Ezt javasolta a mesterséges intelligencia lejátszása. Na de jövő héten újra találkozunk. Bye bye! Nem vagyok robot.